Szeretném önt megkérni arra, hogy a panaszunkat legyen olyan kedves továbbítani az Európai Unióba. Leírtuk, megpróbáltuk összeszedni azokat, nagyon röviden nyilvánvalóan, mert hosszú délre nem lehetett engedni. Néhány szóban azért egy már 3 éves küzdelem folyik ezekért az emberekért. Tehát ugye a mostani európai parlamenti képviselőknek ugye a ciklus az július 1-én jár le, ugye május 25-én vasárnap lesznek Magyarországon az európai parlamenti választások. Az Európai Parlamentben van egy petíciós bizottság, aki az ilyen típus ügyekkel foglalkozik. Én mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy lehetőségük legyen ezt a fajta petíciót személyesen benyújtani Brüsszelbe, mert azt gondolom, hogy erre természetesen a lehetőségük megvan. Nyilvánvaló, hogy a petíciós bizottság ezt meg tudja hallgatni, elemezni tudjuk, de ami nagyon fontos, ugye van nekünk még egy eszközünk, ugye az a luxemburgi bíróság. Ugye én nagyon szeretném, hogy itt helyben megoldódna ez a probléma, mert tudjuk, hogy a jelenlegi kormányzat szeret vadászni, és ez biztos, hogy egy kiváló vadászterep, és ha jól értem, akkor ebben gondolkoznak. Én viszont abban gondolkozom, hogy azok, akik itt éltek, és ez az életük, azok ezt megtartassák. Én azt gondolom, hogy szépen rendezetten élnek, ez számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog. És őszintén azt kell mondjam, hogy mi úgy működtünk együtt Koros Lajos képviselő társammal, aki újra képviselő, és ennek tényleg szívemből örülök, hogy ő kérte, tehát ő eljött hozzám ezzel a problémával, és én azért is jöttem ma délelőtt önökhöz, és arra is figyelt a Lajos, hogy Európa napon legyünk itt, mert igen, ennek üzenetértéke van, hogy önök legalább annyi európaiak, mint én vagyok, mert ezt az Európát közösen építettük, nem véletlen annak idején a lakosság 74%-a arra szavazott. Igen. Hogy... ami nagyon fontos, és még hozzátenném, az itt élő emberek ide születtek szinte, így van, így van. És megszoktak egy majori kultúrát, így van. Megszokták azt, hogy itt állattenyésztésből élnek. Nem is lehet őket más felé elvinni, hiszen a gyökereik itt vannak. Hát én itt születtem, 8-an voltunk testvérek, szüleim itt éltek. Én 2 lányommal, unokák. 30 évet ledolgoztam az állattenyésztésbe. Hát most miért kell neki minden elmenni egy másik körzetbe? Miért? Hát azért, mert ezek a fiúk úgy gondolják, hogy minden az övéké, de mi minden esetre mindent megpróbálunk megtenni. Akkor nekünk semmi nincs. Hát akkor mi latin-amerikai típusú gazdaságot épít ma hát a jelenlegi ez egy olyan gyönyörű tanya volt. Minden a többi, ez egy olyan gyönyörű tanya volt, hogy a szüleim nem merték a kerítésre levetni a ruhát, a padlásra felhordtak a ruhát, olyan gyönyörű. Tönkre adtak menni. Hát mi adtak tönkre menni? Hát mi nem mintettük tönkre. Abszolút biztos vagyok benne. Abszolút biztos vagyok benne. Ki lakik még itt a telepen? Mindenki, aki itt van? Mindenki, aki itt van. Mindenki itt. És hány éve tetszik itt lakni? Pontosan, mert ide teszed születni. 84. Jó, tehát akkor pontosan... Valahogy 13-kor leszek 84 éve. Komolyan, hát akkor majdnem, hogy születésnapkor jöttünk. Na, jól van, akkor, jól van. És nem szeretnék innen elmenni. Megértettem. Én itt akarnak ma pihenni el. Kisöregségemet én úgy örültem, mikor a gard bevezettük, hogy Istenem, most elértem én azt, hogy ne kelljen tüzelni, kormolni, piszkos volt. És mondom, most kitenni egy tüzeléket slakartba, ahol tüzelni kell. És azt hát, már lehet tudni, hogy egyébként milyen ajánlatot tettek, hogy hova lehetne menni? Erre volt valami szó egyáltalán? Igen. Volt hát erről volt, valami szó? Volt, de ott olyanokat ajánlnak, ami... Nem megfelel. Ha... Négyzetméter. Hát akkor szerintem el lehetnénk megnézni őket, mert szerintem fontos lenne. De gyakorlatilag még meg se kérdezték, hogy adott esetben mit szeretnének. Szerintem ezt kéne megnézni, jó. Utána majd a mosztal. Jó. 100 négyzetméter helyett 33 négyzetméter. Tehát harmadolnak. Ez a 2/3 1/3. Értem. Saját költségen komfortosítottuk, és például nekem ajánlottak abban széntüzeléses kályban van a szobában. Komolyan? A lakástérvény kimondja, hogy... Az én alkatomnál a fürdőszoban nem alkalmas arra, hogy igen, egy életvitelt ott világos tudjon folytatni. Akadálymentesített az egész pont azért, mert... Pontosan, megértettem. Köszönöm. Na, hát akkor személyesen is még egyszer. Hát, találkoztunk már. Igen, de hát így most te nálad még nem találkoztunk, ez azt jelenti. Hát mi itt élünk, és igen? 33 négyzetméter. Tehát ez itt igen. Akkor a...
Igen. Mi nagyon szerű, itt jártunk iskolába. Hát ez tényleg gyönyörű. Tessék. Ó, hát itt, hogy mennyi szeret, és milyen szépek az unokák. Igen. Gyönyörűek. Ja, Istenem. Ide járnak suliba? Ide járnak? Nem Budapesten? Nem. Merre? Hajdonálnáson. Hajdonálnáson. Jaj, de szépnek Hajdonálnáson. Tényleg gyönyörű. Ja, Istenem, mint az én nagymamámnál. Azok a képek vannak ott a falon. Nagyon szép takaros a ház, és az az igazság, a nagymamámnak a házra rendelkeztet. Eper. Az én nagy kedvencem az eper. Igen, azért mondom, hogy ez az élete. Igen. Az, hogy ki tud jönni. 84 éves. Tehát szereti a szépet, tessék megnézni a másik szobát. Hát ez az élete. Igen. Ő a maga a régi öreg bútorával szépítgeti. Azért mondom, hogy... Abszolút. Na, hát itt él. Bevezettük a gázt neki, ugye, hogy könnyebb legyen, így van. És hát ez viszonylag szóval jól lehet szabályozni. Ez az élete. A szomszédok jönnek, igen. Keresik, Bözsi néni, hogy tetszik lenni. Persze. Hát hogy nem mondhatod, nem szólasz meg minden. És példát láthatunk arra, hogy a kis embereket hogy tudja a hatalom, idézőjelbe téve, kicsinálni. Ennek a hatalomnak semmi se drága. Gondoljanak bele, hogy a választás másnapján az itt élő emberek, akik gyakorlatilag ide születtek, kaptak egy értesítést arra nézvést, hogy augusztus 1-jéig el kell hagyni az otthonaikat. Ezen túlmenően persze van egy érvényes törvény Magyarországon, amely a úgynevezett lakástörvény. Ennek van egy olyan paragrafusa, illetve ami arról szól, hogy ha valakit megfosztanak a lakhatás lehetőségétől, akkor egy ugyanolyan minőségű, ugyanolyan alapterületű ingatlant kell számukra felajánlani. Ahogy itt informálódtunk, erről szó nincsen. Kedves barátaim, semmi sem mutatja jobban ennek a hatalomnak a cinizmusát, mint sem amikor Európai Uniós forrásból fejlesztik a térséget, legyen ez akár egy városrehabilitáció, legyen ez a Grassalkovics kastélynak a felújítása, majd vadászati múzeummá való nyilvánítása, akkor persze kell az európai adófizető polgárok pénze. Akkor, amikor az európai polgárokról, hiszen a nagygombosiak is európai polgárok, sőt megjegyzem, ők sokkal inkább európai polgárok, mint azok, akik most éppen ki akarják paterolni őket a lakásukból, akkor róluk is szó van, illetve róluk van szó. Nagyon fontos volt az, hogy meg tudtam nézni azokat a lakásokat, amiben élnek, hogy önerőből mindent megtesznek azért, hogy szépen lakjanak. Rendben van a kert, minden tisztességesen csinálnak, és tulajdonképpen az, amit cserébe kapnának az itt élők, az tulajdonképpen egyáltalán nem felel meg a legalapvetőbb feltételeknek sem. Az Európai Parlamentnek a petíciós bizottságához igenis el lehet juttatni ezt a kérelmet, amit én most köszönettel átvettem, és természetesen mindent meg fogok tenni azért, hogy ezügyben valós változás legyen. És most ide tesszük az üzenetet. Az Európai Képviselőség az számomra egy szolgálat, megismerni sokkal jobban a saját országunkat elsődlegesen, aztán pedig Európát. Európai Szociális Párt nőszervezet vezetőjeként az elmúlt 10 évben erre volt lehetőségem, de nyilvánvaló, hogy európai magyar szocialistaként számomra ez az ország a legfontosabb.